Kevesen tudják, hogy amit láthatok, az egyik küzdőfél Simicskó István, aki egyébként a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Wing Chun Kung Fu harmadik fokozatú mestere, de nem sokára már a negyedik lesz, mert hogy augusztusban megcsinálja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Neki is, és örömet kívánok Mádai Norbertnek, a Kelet-Európai Wing Chun Kung Fu szövetség vezetőjének, aki 8-as mesterfokozatú. Hát akkor már nagyon közel van a végéhez, mert ha jól tudom, akkor 10 a vége, ugye? Sosincs vége. Sosincs vége, értem, hát persze. Tehát a gyakorlás, meg a kung fu örök. És Szabó Csabát is egyébként majd nem sokára ide várjuk, aki 5-ös mesterfokozatú kung fus. Simicskó úr, mondja meg nekem, hogy miért választottak pont ezt a harcművészetet? Ami egyébként olyan kis semminek tűnik, és hát elképesztő fizikai állóképességet kíván. Hát egyrészt 17 évvel ezelőtt választottam, előtte én karatéztam, és nyilván ez egy olyan harcművészeti irányzat, amelyet kortalanul lehet űzni, tehát magas korom ellenére még lehet művelni, igaz, hogy nem úgy, ahogyan azt én szeretném, de nyilván nagyon-nagyon sok gyakorlással lehetne ezt csiszolni még, tehát ezért mondja azt Szifu is, hogy életünk végéig tanuljuk ezt a harcművészeti irányzatot. Logikus rendszer, harcművészeti rendszer, igazi tudomány, és egyébként pedig mellesleg az embernek az agyában, a szívében és a fizikumában is megpróbál valamilyen egyensúlyt fönntartani. Ez az érzésem mindig a távol-keleti harcművészetekkel kapcsolatban, hogy az önfegyelem az egy nagyon fontos dolog. Hogyan most már Robi is itt van. A Wing Chun mit jelent pontosan, mert hogy nagyon szép jelentése van, annál szomorúbb a háttértörténete. A végül is a háttértörténet is happy end, hiszen a Shaolin templomból eredeztetjük a Wing Chun-t. Gyönyörű tavaszt jelent, eredetileg egy lánynak a neve, aki vidéken élt, és a helyi falu bikája megpróbálta erőszakkal feleségül venni. De a lánynak már volt választottja. Ezért a Shaolin mesternőnek, egy apácának a segítségét kérte, aki felkereste, elfogadta tanítványul a lányt, gyönyörű tavaszt, és felkereste a helyi falu bikáját, ahol kötöttek egy fogadást, hogy ő tanítja a lányt egy évig, utána megküzd a lányjal, ha a lány győz, akkor a szerelméhez mehet, férjhez, ha nem, akkor a övé a keze. Azért hozzáteszem, bocsánat, mert hogy ezt még mondta a mester, hogy nem véletlenül ő találta ki, kicsit alattomos fogások vannak benne, de ezt ő tőle idézte. Igen, és éppen azt néztem, hogy a gyerekek közben meg a felnőttek gyakorolnak, hogy alapvetően ez a küzdősport ugye a védekezésre vagy a támadásra épít. Hát mivel nem küzdősport, hanem egy harci művészet, és mivel mindig a kisebbnek... Nem is küzdősport? Nem. Hát én azt gondoltam, hogy a kung fu. Nem, nincsenek edzők és nincsenek versenyzők, tanulók vannak és tanítványok, nem versenyen akarnak megfelelni, hanem az életben. Azt mondja meg nekem, Simicskó úr, hogy hogyan használja ezt fel a politikai életben? Tehát ez az önfegyelem, ami tehát mássá teszi, mint mondjuk a többi politikus társát, akik mondjuk nem üznek távol-keleti. Törekszem erre, igen. Tehát egyrészt ugye mi megtanuljuk, hogy a békét szeretjük, tehát igazából a fölösleges konfrontációt kerüljük. Tehát hogyha semmiképpen sem lehet elkerülni a harcot, csak és akkor is kizárólag akkor kell küzdelembe bocsátkozni, akkor viszont minél gyorsabban vissza kell állítanunk a békét. Valóban önfegyelemre is tanít, így van. Megérkezett közben közénk Szabó Csaba, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért nagyon el lehet fáradni, de láttam, hogy 3-4 fiatal próbálta felvenni az idézőjeles kesztyűt. Igen, a Wing Chun Kung Fu megtanít sok mindenre, mind mentális, mind fizikális képességet fejleszt, és ha úgy alakul, amilyen ma a közbiztonság, előfordulhat, hogy többen is megtámadják az embert. Éppen ezért mindig készen kell állnunk ezekre a feladatokra is. Ez egyébként én azt gondolom szülőként, hogy nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy a kislányom milyen mozgásformát válaszol. Szinkronúszás. Igen, hát csak mondjuk azzal nagyon sok mindent nem tud kezdeni az pont az utcán, hogyha történik vele valami. Ez mennyi idő után hasznos, úgymond, mondjuk egy ilyen helyzet? A tanítványoknak a szorgalmától, az elkötelezettségétől, a munkához való hozzáállásától függ, de én azt gondolom, hogy ha valaki komolyan nekiáll a Wing Chun-nal foglalkozni, és mivel ez egy ilyen piszkos technikák gyűjteménye, eséllyel veszi fel a versenyt a nagyobb ellen. És ahogy elnézem 2010 Magyarországát, ez az esély, ez jól jöhet bármikor. De hát az államtitkár úr majd kifizdítja a honvédelemnél. De miért? Én azt mondom, aztán nyugodtan cárfoljanak meg, hogyha odaállnék a Simicskó elé, és azt mondanám, hogy most ezen küzdjünk, szerintem akkor a pofont le tudnék neki keverni, nem? Próbáljátok már. Nem merek, mert lehet, hogy tényleg egy olyan trukk belém. Egy gyakorlatot. Na jó, egy önvédelmi gyakorlatotok. Most tényleg az utcán találkozunk. Fogom a kezedet. Ebből való szabadítás. Jó. Meg kéne próbálnom neked is fogni, hogy hogyan szabadulsz. Megmutatom még egyszer. Igen. Könyök föl. És ott a nyak. Aha. De milyen jó mellizmod van, hallod-e? Hát azt most ne firtassuk, de... Igen. Nem, csak most egy észrevettem. Gyakorlat lényege. Föl, le. Le? Ne. Föl, és aztán lebillenteni. Le, és így. Így van. Nagyon ügyes vagy. Senki ne próbálja újat húzni innentől kezdve. Nagyon szépen köszönjük is, hogy ezt a rengeteg remek emberkét, aki itt a háttérben van, elhozták nekünk.
Köszönjük szépen. Nagyon erős a simicskó. Igen, most a beszélgetésben is csak Klaudián mondom. Mutatjuk be. És egyébként azért igazi harcművészet, mert a gyengébbnek ad esélyt az erősebbel szemben, és általában az erősebb támad. Ki a gyengébb? Hát a nő, hát ez az. Nők találtak. Hol vannak a gyerekek? Köszönjük szépen. Köszönjük.